Erőszakba torkollottak a kötelező vakcinaigazolvány elleni tüntetések Franciaországban és Görögországban. A rendőrök könnygázzal, vízágyúval oszlatták a tömeget. Az Egyesült Királyság pedig kilátásba helyezte, hogy enyhítenek a külföldiek tesztelési kötelezettségein. Franciaország szerte az utcára vonultak az emberek, tiltakozásul a koronavírussal szembeni védettségi igazolás kötelező vététele ellen. A Florian Philippot szélső jobboldali politikus által szervezett megmozduláson az emberek a szabadságukat féltették. Engem elsősorban a 12 évesnél idősebb gyerekek beoltása aggaszt, mert nem tudjuk, hogy az milyen hosszú távú következményekkel jár, mondta az egyik felvonuló. Párizsból is jelentettek összecsapásokat, ám Toulouse-ban szabadult el igazán az erőszak. Egy ismeretlen csoport botokkal támadta a tüntetőkre. A rendőrség könnygázzal oszlatta a tömeget. Többen megsérültek, egyiküket a tűzoltók vitték kórházba. Franciaországban egyébként pénteken eljárás indult Agnès Buzyn korábbi egészségügyi miniszter ellen a járvány rossz kezelése miatt. Szalonikiben a rendőrség a könnygáz mellett vízágyút is bevetett a kötelező oltás ellen tüntetőkkel szemben. A demonstrálók fáklyákkal dobálták meg az egyenruhásokat, akik elállták az útjukat, így akadályozták meg, hogy eljussanak a nemzetközi vásár területére, ahol a görög kormány főbeszédet tartott. Kyriakis Mitsotakis szerint a tömeges oltás a megoldás a bajokra. Az egyedüli válasz a veszélyre a vakcina, így nem kell majd lezárni újra a gazdaságot és a társadalmat, fogalmazott a kormányfő. A brit egészségügyi miniszter is úgy látja, hogy többé már nem lesz szükség a gazdaság lezárására. Sajid Javid ugyanakkor azt is kizárta, hogy a tömegrendezvényeket csak vakcina igazolvány ellenében lehessen látogatni az Egyesült Királyságban.